Sziasztok, én Lucky vagyok, és elérkeztünk a SimCity sorozatom. Ötödik részéhez. És amint látjátok, visszatértünk a városunkba, és kurva gazdagok, mint a jó ég. Rég volt SimCity, ugye? Vagyis legalábbis én rég játszottam vele, mert a videókat sorba töltöttem fel egymás után. Az a helyzet sajnos. Jól mennek a dolgok, félre is teszek, nagyobb házat vegyek. Nyugodtan, Dezső! Vagy hogy hívnak téged, nem tudom, mindegy. A lényeg az, hogy itt már fejlődnek a házaim, tehát itt is fejlődik egy... Ez milyen? Ez sima lakó. Akkor ezek ilyen apartmanok lesznek, ugye? Azért... Fával. Ugye azért van most fészke, mert nagyon sokan kér... Jó, sokan. Tizenvalahányan biztos kértétek, hogy... Hogy legyen SimCity-nél is ilyen... Fészkem. És hát a kérdéseteknek elegettéve van. lassan megy az idő, kedves barátaim. Mert kurva hangos ez a játék. Na, itt kellene csinálnom, tehát most így ide raktam egyáltalán valamit? Lakó övezetet. Ide nem. Mi van már? Lakjunk. Kevés az ember, vagy mi? Ki nem szólja le? Mi vagy, Somcsi? Kertvárosi tópia. Nem, kertváros tópia simán. Aha, köszönöm szépen, biztos. Van egy kis problémánk a tűzzel. Hát az a mindig van probléma. De nem fogom megépíteni azt a nagy tűzoltóság. Építettem már nagy tűzoltót? Nem, ez csak sima tűzoltóság. Kéne építeni egy ilyet. De ez mínusz 1700 per óra, most is csak 33184 plusz vagyok. De ugye tudok felvenni kötvényeket, már 50 000-es kötvényeket, tehát ha be kéne ruházni valami nagy dologra, akkor nem lenne probléma. Lennénk turista célpont, nem gondolja? Menj már innen, kukás! Kellene néhány látványosság. Jó, akkor kezdjünk el specializálódni. Ki tudtam mondani, geci? Jó, legyünk turista központról, adja meg, de az kurva jó közlekedés kell. Nem tudunk felvenni utasokat, mert tele vannak a járatok. Kellene még garázs. Jó, akkor ezt gyorsan fejlesztem. Így, ha turista központ akarunk lenni, akkor az kéne. Tömegközlekedés. Hát lerakom az összeset, amit lehet. Nyolc darabot lehet összesen. Kész. És az a kérdés, hogy akkor hova kezdjünk el ilyen mit, hogy játékbarlang. Jó, az nem ilyen turista lófasz, de... De jó az annak is, nem? Ide mondjuk pont jó lenne, de ilyen szarutak vannak itt, szóval ezt lehet, hogy újra le kéne rakni mondjuk ide egy sugárutat. Ugye, mert sehol sincs sugárutunk. Ugye a sugárúton már mehet villamos is, meg minden lufasz. Akkor arra be kéne ruházni szerintem. Felveszem a kötvényeket, mert a sugárút geci drága. Jó, még pluszba vagyok. Oké, még mindig pluszba vagyok, zsír. Akkor lebontom szépen azt az utat. De akkor itt mindent le kell bontani, ugye? Ezt bontsam le, vagy ezt? Inkább ezt. Hát a víztoronyot akkor majd maxis rakjuk. Éj, baszki. Napelem, Istiaa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 a
Itt mi van még? Ez mi? Ez a... Ja, ez rendőrös, és azon az utón van. Az nagyon nem jó. Ezen az utón van valami fontos? Nincs. Jó, akkor csinálunk egy kisebb fajta kerülőt, de... meg lesz. Ezt törlöm, ezt törlöm. Ezt is törlöm. Ezt is törlöm. És akkor itt vagy... Te oda ne építkezzél, puncika! Mindegy, szóval írj majd egy fején a sugárút. Itt így nagyon kacsázunk egyen. És akkor ezen a részen tudnak majd ide jönni esetleg.
Ez nagyon szomorú. Hogy megcsappant a lakosságunk is, ha bár csak tippelek, mert nem néztem, de biztos megcsappant. Ezt esküszöm, hogy szomorú. Igen, nincsen tömeg. Jó, na most akkor csinálom az utat. Mondom az utat. Sugárút, egyből csináljam a... Ez eset, csinálom hát. Hát de akkor nem baj, ha így van, ugye? Sima ügy. Akkor mondjuk feljövünk így... Eddig. És akkor innen egy ilyen kanyargós lófasszal. Mi a keci? Nem is innen! A kurva! Rohadjál meg! Na mi a helyet, én addig sem, az nyugodtan elvégzi a dolgát, de hát ez ritka ronda lett amúgy. Mi a probléma? Ja, mert ott van az alufasz. Tornádó jött a házamba! Ekkora cigányság. Jó, így, oké, ez már egy nagyon fasz a sugárutacska. Ezekkel meg is szépen összekötöm. Na bár akkor már lejön egy ilyen. Jó. Sírabuli. Nagyok a dugók, leszorom. Na, sok a probléma, először víz, nincs víz. Még jóvá hagyatlan az a cuccosom, itt még nem szennyezett annyira. Jó, akkor ide lerakom. Oké, van vízünk. Kormányzat, nem, mi a probléma? Kormányzat bezárt. Miért zárt be? Menj ott. Oké. Miért zárt be? Tűzoltások nem tud tüzet oltani. Mi? Víz nélkül. Ja, már van víz, nyugi. Ugye? Már van víz. Vagy hát lesz. Nincsen? Miért közepesen megy? Legyen már víz, basszus. Jó, akkor lerakok még egyet a rohadt pofátokat. Oda, tessék, van víz. Tűz. Tűz volt, most már nyitva lesz, nyugi. Na, megcsáltva a sugárutunkat. Oké, akkor majd venni kell villamos lofaszt. Megszomjaztam. Igen, ez egy sör. Amúgy nem. Nézd. Na, most miért bontottam ki? Rossz felébe itt. Vaj. Sokat nem tudtok rólam. Transmesszitra vagyok, vagy mi a lofasz. Akkor... Mit akarunk? Turistát, nem? Kultúra. Jóvá, ja, a turisztikai központ kell. Ne. Most ezt... mikor tudunk fejleszteni, kedves drága barátom? 30 ezer lakos. Jó. Nem vagyok ideges. Ezeket szépen lebontjuk. És újra beizéljük. Vagy már be van izélve alapból is, de... Itt vannak ilyen likok. Jó, ott még nincs út. Mindegy, jól lesz az úgyis. Ide is költözzenek emberek. Minél több emberünk legyen. Erre a felére nyugodtan nyugodt. Úgy. Erre a felére megrakok kereskedelmet. Így, okés. Ide jött egy kereskedő. Oda is. Fú, mennyi lerombolandó épület van a tornádó miatt. Milyen hangos már? Lerombolandó cuccok. Kertvárosomban. Kertvárosi részemben.
Ennyi? Itt a felső iparosodásnál. Ja, faszom. Itt erre a szélére még lehetne rakni mondjuk ilyet. Sima. Meg ide is akár inkább lakózónát, nem tudunk oda, oké. Okay. Ide jöhet. De még nem tudok. És oda is költözhet valaki. Ide is nyugodtan. Szerintem minden fasza. Az árammal vannak kisebb fajta problémáink. Kezd kifogyni az olaj. Megoldom. Mindegy, akkor fogadok olajat. Hát 86 egész. Helyre megy lejjebb. Ó, geci. Akkor tényleg más áron cuckál majd mondjuk atomerőmű. 140 ezer. Egy ilyen szar. Ide férne amúgy? Amúgy ide férne, nem lennének házak. Megi ennyiért? Mi hát 160 feleslegünk van. Adjad már! Szélerőműünk nincsen amúgy. Ott, de ott van egy szélerőműünk, ugye? Ja, jó, akkor ezt egy picit fejlesztem. Egy picikét. Mondjuk ide rakok egy nagyot. Így. Ide meg egy kicsit. És akkor minden fasza. Valamit akar a rendőrség. A régi kis rendőrös már nem elég polgármester. Nagyváros vagyunk már, ideje teljeszkedni. Most már hozzátér a Majd megcsinálom, jó, de nincs rá pénz. A vásár van, Dick Maria. Mennyibe kerül? 95! Drágám, azt. Megemelem az adókat egy picit. Tudom, hogy nem szeretik a kis cigányok, de hát... Ez van. Minden szabadul el. A tűz, a bűnözés. Nagyon rá vagyunk baszva. Ott ég. Ott van egy másik városom, nem? Lassan el kéne azt is kezdeni mondjuk, amíg... Itt lecsillapodnak a kedélyek. És lesz mondjuk 30 ezer lakosom. De mondjuk jó lenne már annyi lakos, mert ugye fejlődnek ezek szépen. Szép munka... köszönöm szépen. Ez amúgy mi? Hosszú távú szállásoknak. Aha. Jó, akkor fejlődjetek már ti is. Mindenki fejlődjön fel. Videózok. Mindenki fejlődjön fel. Tudom fejleszteni. Ugye elvileg, ha fejlesztjük az utat, akkor az nekik elvileg jó. Ne kérdezzél. Ó, ez még nincs itt összekötve. Úgy, fasz. Sugárt. Na, 23 ezer. Jó, azért gyűlnek az emberek, akkor lassan tudunk majd tényleg turisztikai központot lerakni. Jön be szépen a pénz. Jó, minden fasza. Jó, én akkor átmegyek a másik városomba, és akkor elkezdek azzal igazából foglalkozni. Amúgy kereskedni... Coke Zone. Amúgy nem reklám. Nem kapok érte 200 ingyen ilyet, szóval nyugi. De szívesen elfogadok Coca-Cola, ez ERT Hungary. Gondoljátok, fia, iszom minden videóba egyet. Megállapodhatunk. Sima. Jó, ezt még elsőkeztem, Kati. Jó, nézzük meg, merre fúj a szél. Szeles. De Mr. Szél arra fúj. Ne kérdezzétek. Jó, akkor kezdünk egy ilyen sugárúttal először is. Egy igen picikét csak. 5000 szímenó, nem tudom mi.
Még egy pici. A sok. Ah! Oké, okay, mennyi, mi, hogy hívják ezt? Hol írja? Nem írja. Mindegy. Szóval, kis költségvetési utakat csinálunk először is. Mondjuk csinálhatnánk olyat. Milyen menő már. Onyor! Ugyanolyan? Csak már, csináljunk már egy faszt. jó. És akkor mondjuk így egy egyenest. Nem ugyanolyan. De majdnem. De nem tudom megcsinálni, hogy jó legyen. Ami azt jelenti, hogy ebből egy picit lebódóz. Mondjuk egy ilyen útszakaszt. Így se úgy. Na mindegy. Na, így már jó lesz szerintem. Jó, de ezt meg nem fogom tudni összekötni mi. Dehogy nem. De hogy ne tudnám? Miért ilyen csúnya? Mindegy, leszarom, jó ez így. És akkor ide már költöztetek is emberket, és valószínűleg tartom, hogy itt majd ilyen nagyon nagy zsigvásár lesz, vagy mi. Na, felgyorsítom az időt szépen. Kellenek még ugye zónák. Akkor most csinálok egy olyat, hogy négyzetes. Így. Így. Így és így. És ők lesztek ezen az oldalon lakók. Ezen az oldalon pedig ilyen faszapók. Oké. Okay. Ilyen tudom kell víz. Hol van víz? Te jó, hogy nem néztem meg. Jó. Oké. Fú, de keci drága volt az úristen. Víz először víz. Mondjuk simán szerintem. Sőt, tudjátok, itt kicsit dizájnolok. Tök szveg lesz, figyeld. Jó. Út. Nem ilyesmi, nem? És akkor víz. Azt nézd, keci! Milyen is fog. Egyből lerakok kettő szerintem. Jó, és akkor áram. Ez szélerőmű. Azzal startolunk. Arra fúj a szél, mondjuk lerakom ide. És ebből már fejlesztek is rá egy... egy ilyet. Egyet csak, mert... hát nem vagyunk túl gazdagok, hogy őszinte legyek. Mi a problémát, kedves barátom? Geci kukac, geci polgármester. remek kis város, csak kellene egy munkája, ahol dolgozhatunk. Mint a picsa. Jó van, áram van, víz van. Városháza építése jóvá hagyva, most nem érek el. Először csinálunk ipari zónákat, ugye? Ahol dolgozni tudnak majd a kis szimjeink. Szerintem ez az egész lehetne egy ipari zóna, mondjuk. Vagy inkább csak ezen a szelén. Szelén. Nem, ide lerakok egy-kettőt, mondjuk így. És... ezeket meg megcsinálom így. Hát az úgy fasza. Oké. Okay. És ezek... gondolkodok, hogy milyen zónák legyenek. De erősen hajlok, hogy az összes ilyen lakóterület legyen. Nem, ez ipari lesz, ez is ipari, ez lakó, és ez kereskedelmi. Következő részben innen folytatjuk, remélem tetszett nektek ez a videó, ha így van, kérek nyomjatok egy lájkot, én Lucky voltam. Sziasztok!